Hiszed vagy sem, ő itt egy klímahős. Élelmiszer, műtrágya, műanyag, ez a zöld csoda bármire képes. Ez felér egy forradalommal. Széndioxidot von el az atmoszférából és csökkenti a tehénböfögések metántartalmát. Ja, és nem mellesleg neki köszönhetjük, hogy van élet a Földön. De miről is van szó? Az algáról. Bár már 3,5 milliárd éves, csak most kezdjük megérteni a benne rejlő potenciált. Minden nagyon régen kezdődött, amikor a Föld még forró, mérgező vegyi anyagokból állt. Se állatok, se növények. Ez a kék alga, vagyis a cianobaktérium megjelenésével változott meg. A cianobaktériumok a legelképesztőbb organizmusok közé tartoznak, egyszerűen lenyűgözőek. Moritz Koch mikrobiológus, és ezt az algafajtát tanulmányozza. Az, hogy ma van oxigén a bolygónk atmoszférájában, lényegében az úgynevezett nagy oxigenizációs eseménynek köszönhető. Amikor pár milliárd éve a cianobaktériumok elkezdtek oxigént termelni, és így megalkották a világot, amiben élünk. A cianobaktériumok úgynevezett mikroalgák, szóval nagyon kicsik. Makroalgáknak nevezzük azt, amit a strandon találunk, és amit néhányan hínárnak is hívnak. Az algák tulajdonképpen tengeri növények, ezért ugyanazt csinálják, mint a szárazföldi növények, fotoszintetizálnak, szóval széndioxidot dolgoznak fel napfény segítségével. Már Fernández Méndez, tengeri ökológus. Azt kutatja, hogy az algák hogyan befolyásolják a teljes tengeri táplálékláncot. Ha egy alga széndioxidot köt meg az óceánvízből, az óceán ezt azonnal pótolja az atmoszférából, hiszen állandó egyensúlyban van. Szóval, ha valamit elveszünk, azt egyensúlyozni kell az atmoszférába. Az óceáni algák a világ széndioxid kibocsátásának több mint egy negyedét kötik meg évente, még akkor is, ha nem az óceánban vannak. Szóval bármilyen céllal is történjen, az algatermesztés széndioxidot köt meg. Az emberek pedig évezredek óta használják az algát. Az amerikai kontinens és Kelet-Ázsia őshonos népei voltak az első algatermesztők. Egy ír-hínár fajtából készül az a karragén, amit világszerte használnak élelmiszer adalékként. Az algák az írországi nagy éhínség idején, az 1840-es években életmentők is voltak. Ma főleg Ázsiában termesztenek algákat, hiszen itt a konyha szerves részét képezik. De fogkrémben, kozmetikumokban és gyógyszerekben is megtalálhatóak. A kereskedelmi vagy gasztronómiai céllal történő algatermesztés is megköti a széndioxidot, de nem ez a fő célja. Még. Ha ugyanis takarmányt, műtrágyát vagy műanyagot gyártunk algából, csökkenteni tudjuk a környezetszennyezést bizonyos iparágakban. Így gyakorlatilag megduplázzuk a hatását. Nézzük a műanyag példáját. Bizonyos algák egy PHB nevű bioműanyagot tartalmaznak és termelnek. Ez helyettesíteni tudja a polipropilént, ami a második leggyakrabban használt műanyag. Egy tanulmányukban Móricz és kutatótársai úgy módosították a kékzöld mikroalgákat, hogy azok még több PHB-t termeljenek. Ez igazi mérföldkő volt. Az anyagcsere befolyásolásával sikerült elérnünk, hogy 10%-ról 80%-ra emelkedjen a termelt mennyiség. Ezzel egy szinte teljesen bioműanyag baktériumot hoztunk létre, ami nagyrészt bioműanyagból állt. A PHB azért jó, mert felbomlik az átlagos háztartási komposztban is, és más bioműanyagokkal ellentétben nem bocsát ki szennyező anyagokat. Már a termeléshez szükséges infrastruktúra is megvan. A létező technológiával már más cianobaktériumokat is termeszthetnénk, amelyekből már nem csak élelmiszert, mint például spirulinát lehetne előállítani, hanem bioműanyagokat is. Akvakultúrákban is lehetne makroalgákat termeszteni. Az egyik fajtának egy egészen különleges tulajdonsága van. Ha Asparagopsis taxiformist adunk az állatok takarmányához, akár 82%-kal is csökkenthetjük a metán kibocsátásukat. A metán a jószágok emésztésének mellékterméke. Úgy tűnik, az algában található vegyületek megakadályozzák a metánképzést. Alga alapú takarmányával a Szimbrózia nevű startup kavart először nagy port. Kérdéses azonban, hogy ez mennyire űzhető nagy üzemben, hiszen ehhez algát kell termeszteni. Máshol azonban már ott van az orrunk előtt az alga. Például a Sargassum, amely bizonyítja, hogy néha bizony még a jóból is megárt a sok.
Ez az algafajta a Sargasso tengerben őshonos, amely az óceánok által lekötött széndioxid 7%-áért felelős. De a globális felmelegedés és a szennyezés miatt a szargasszum elkezdett teljesen elbújjánzani, és minden évben ellepi a Karib-tenger és a mexikói öböl partjait. 2018-ban a virágai több mint 20 millió tonnát nyomtak. Normális esetben az alga felbomlana, most viszont a partra sodródik. És ez nem csak rémesen büdös, de a vizet is szennyezi, és elpusztítja a tengeri élővilágot. Ilyen mennyiségben a szargasszum gyakorlatilag egy halálcsillag. Jorge Vega Matos a Sea Combinator munkatársa. A cég szargasszumvirágból fejleszt klímabarát termékeket. Például műtrágyát. Ez egy ígéretes felhasználási mód, és ezt már a rómaiak is tudták. Kivonatot készítenek az algából, hogy nagy mennyiségben lehessen használni. Különböző vegyületeket tudunk készíteni belőle, amiket aztán vagy magára a növényre lehet fújni, vagy közvetlenül a talajon használni, cseppfolyósítva vagy granulátum formájában. A műtrágyában lévő tápanyagok a talajba jutnak, és megvédik a növényeket a kórokozóktól. Így nő a növények ellenálló képessége, és több lesz a termés. De az algák felhasználásának legegyszerűbb módja a közvetlen széndioxid megkötés. Az elpusztult algák az óceán fenekére süllyednek, ott tárolják a megkötött széndioxidot. Ezt azonban fel is lehet gyorsítani. Ha növelni akarjuk a megkötött széndioxid mennyiségét, például a szargasszumnál, akkor bálákba kéne kötnünk, összesűrítenünk és elsüllyesztenünk őket. Az algát súlyokkal vagy pumpával lehetne az óceán fenekére küldeni. Egy kutatás szerint a globális mezőgazdaság teljes széndioxid kibocsátását meg tudnánk így kötni, ha az óceának 2%-át erre használnánk. Akkor miért nem így csináljuk? A leggyakoribb makroalgának, a hínárnak valamiben meg kell kapaszkodnia, hogy nőjön. Bár néhány hínártermesztő már most is elsüllyeszti az algáit, ha nagy üzemben lenne erre szükség, az komoly infrastruktúrát igényelne. Itt jön be a képbe a szargasszum. Ha van egy makroalgánk, amely bárhol megterem, és úgy lebeg a vízben, mint a fitoplankton, de közben sokkal hatékonyabban köti meg a széndioxidot, akkor ez a nyertes. És ez a szargasszum. Ma már egyre több helyen gyűjtik a szargasszumot. Többek között Mexikóban. Közben pedig brit alga startupoktól kezdve a mexikói hatóságokig egyre többen dolgoznak azon, hogy ez még hatékonyabb legyen. Ez nem csak nekem vagy a biológia tudománynak érdekes. Ez a föld teljes társadalma számára releváns. Ami hiányzik, az a pénz. Így remélhetőleg az algatermesztés iránti figyelem növekedésével nőnek majd az erre igényelhető támogatások is.